Sárospatakváros lakói és a hozzátartozó 15 kis település állampolgárai hamarosan egy 21. századi korszerű épületben vehetik igénybe majd a szakorvosi ellátásokat, ugyanis rövid időn belül megkezdődik a járóbeteg szakellátóközpont építése, jelentette be a város előjárója. Mindezzel természetesen új munkahelyek is teremtődnek majd. Sárospatakváros egészségügyi ellátórendszerének a megújításának első lépcsője ez. Egy 734 millió forintos megnyert pályázatunk, amihez közel 40 millió forintot tesz önerőként az önkormányzat, tehát közel 800 millió forintos beruházás történik. Ezzel egy óriási minőségi lépést jelent a város és kistérsége egészségügyi ellátásának. Amit már több éve, majdnem egy évtizede tervez a város, az most a megvalósítás szakaszába lép. A projektmenedzsere részletes tájékoztatást adott az orvosoknak az építkezés menetéről. Optimális esetben júliusban elkezdődik a beruházás, a jelenlegi rendelőintézettől északra, a volt szülőotthon felé a gyalogjárda vonalában gyakorlatilag egy elalakú épület kialakítása történik, azonos szintmagasságokkal, összességében mintegy 2000 négyzetméterrel. Korábban telekalakítás volt szükséges, a művelődés háza és a rendelőintézet mögötti telken ki kellett alakítani megfelelő méreteket a városrendezési tervben és az építési szabályoknak megfelelő kialakítás érdekében. Minden akadály elhárult, most már jogi akadály, az egyetlen a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a győztes kivitelező kihirdetése és a munkaterület átadása. Az egészségügyi centrumban több szakterület beindítását tervezi az igazgató. Nálunk lesz csak egy napos sebészet, és indítjuk nappali ellátásba az infúziózást, illetve ami már máshol is működik, az otthoni szakápolást. És ezen kívül szeretnénk bővíteni a járóbeteg szakellátás palettáját, szélesíteni, mert szükség van a betegeknek azokra az ellátásokra, amiket beszeretnénk vezetni, ez az ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, traumatológia, és ezekkel az ellátásokkal reméljük, hogy a lakosság elégedett lesz. Várhatóan 2011. júniusára készül el az új egészségügyi központ, de ezzel nem ér véget a fejlesztés útja, hiszen a jelenlegi épület is felújításra kerül ezután, majd a volt szülőotthon épülete is. Továbbá dr. Hörcsik Rihárd azt is kihangsúlyozta, hogy a mentőállomás építésének a pályázata is jó ütemben halad.